a Magyar Kultúra Napján számba tudjuk venni, hogy az mögöttünk hagyott esztendőben és esztendőkben milyen tendenciákat tudtunk felmutatni a kultúra erősödése területén, és örömmel adhattunk számot arról, hogy úgy szóval minden területen, a közművelési területen, a művészetek világában, a színház művészet, táncművészet, filmművészet világában is nagyon erőteljes gyarapodás, gazdagodás, közönség elérésének, meg másfélszereződése történik meg egyes ágakban, és mondhatjuk, hogy a közgyűjtemények világa is, a múzeumok, levéltárak, könyvtárak látogatottsága is folyamatosan emelkedik Magyarországon. Így a kulturális államigazgatás által felölelt terület egészében egy kulturális konjunktúra érzékelhető. Az emberek egyre többet költenek kultúrára, és egyre több időt töltenek el a kulturális lehetőségekkel, és ezek között nem csak a passzív, a befogadó típusú kultúra, hanem az aktív, az a tevékeny kultúrában való részvétel is megjelenik. És természetesen azt gondoljuk, úgy látjuk, hogy ez mögöttünk hagyott sok-sok évtizedet áttekintve, talán csak a millennium századfordulós időszakában volt akkora volumenű és léptékű kulturális infrastruktúra fejlesztés kormányzati programként Magyarországon, mint amit napjainkban élünk, hiszen láthatjuk, hogy 100 milliárdokat fordítunk arra most már, hogy ne csak felújítsunk, hanem új épületeket is adjunk a magyar művészet, magyar kultúra templomaiként a kulturális lehetőségek bővüléséhez. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy 2017 nagyon erős év lesz, költségvetésünk megtöbbszöröződött az elmúlt évekhez képest, és azt is láthatjuk, hogy Kodály Zoltánra és Arany Jánosra, valamint a reformáció 500. évére emlékezve sok-sok kulturális találkozás lehetőségében gyarapodhatunk, illetve a fesztiválok környezetében nem csak a belföldi, hanem a külföldi turizmust is élénkíteni vagyunk képesek, így a gazdaság teljesítményeihez is hozzájárul 17-ben újra a kultúra.